Nem tudom, ki van a vonalban, egy hallgató-e, vagy esetleg Dobrev Klára. Kérem, szóljon, aki bent van a vonalban. Dobrev Klára vagyok. Hallgató, jó napot kívánok, örülök, hogy itt vagyok. Van. Jó napot kívánok. Szóval természetesen arról akarom kérdezni, amiről ön már kifejtette a véleményét, a híreinkben is hallhattuk, de amiről nem csak egész Magyarország, de tulajdonképpen egy kis túlzással az egész világ beszél. Hogy ki győzött Brüsszelben? Orbán vágta át, verte át az európai vezetőket, lenyomta őket, és ezért aztán nagylelkűen visszavehette a vétófenyegetést, vagy Orbánnal elfogadtatta Európa józanabbik és erősebb része, hogy bizony marad a jogállamisági feltételrendszer, fenyegethet bennünket akárhogy a lényeg a lényeg. Mi az ön megoldása? Hát nagyon egyértelműen Orbán kapitulált lengyel kollégájával egyetemben. Láttam én is, és olvastam azt a, ha úgy tetszik, ijegységet, ami az ellenzéki újságírók, véleménymondók, olvasók, támogatók végigfutott az elmúlt másfél-két napban. De szeretnék mindenkit tényleg megnyugtatni. Három dolgot hagyd mondjak el. Egy, a tanács az gyakorlatilag a legfontosabb kérdésben úgy döntött, hogy a jogszabály szöveget, tehát magát a törvényt, amit majd be kell tartani a következő években, nem változtatja meg. Ugye ez volt Orbánnak az első követelése a vétóval szemben. Na, hát ebben semmi nem történt, egyetlen egy vesszőt nem változtattak. A szövegen az, amiben a tanács és a parlament megállapodott, az életbe fog lépni, pontosan úgy, ahogy egyébként az elmúlt hónapokban ezt szerettük volna. Kettő. Láttam, hogy mindenki megijedt attól, hogy Orbánnak hú mennyi időt adott az Európai Unió, ha úgy tetszik, akkor a felkészülésre. És hát mi magyarok természetesen a 2022-es választások szemszögéből nézzük ezt a folyamatot, és már láttam a kétségbeesett írásokat, hogy úristen, hát ez évekig is fog tartani, mert megengedték, hogy az Európai Bírósághoz forduljon Orbán. Az Európai Bírósághoz mindenféleképpen lehet fordulni, tehát akkor is, ha nem engedik meg neki, úgyhogy ez is egy ilyen kicsit üres engedmény volt Orbánnak, viszont ami a legfontosabb, és ma már többen nyilatkoztak is erről, Jurova, aki a területért felelős biztos, illetve a parlament főtárgyalója is nyilatkozott róla, hogy sürgősségi eljárást fognak kérni az új jogszabályra. Ez azt jelenti, hogy január 1-én életbe lép a jogszabály, ott összesen pár hónap alatt a bíróság dönteni fog. Erre egyébként volt is már példa, mert például a Brexit ügyben volt egy döntés a bíróságnak, ott is két hónap alatt meghozta a döntést. Igaz, hogy néha évekig telik, évekbe telik, amíg az Európai Bíróság dönt, de ez általában nem ilyenkor szokott előfordulni, amikor egy jogszabályt kell véleményezni, hanem amikor valami bonyolult ügy van, ahol sok országból sok embert meg kell hallgatni, sok bizonyítékot fel kell kutatni és meg kell vizsgálni. Ebben az esetben azt hiszem számíthatunk tényleg arra, hogy a Brexithez hasonlóan ez pár hónap alatt döntenek róla. És a harmadik legfontosabb dolog, ami egyébként a jogszabályból következik, de erre most még rá is erősítettek a tanácsülésen, hogy január 1-től 6-ig, ha szakad, azaz 3 hét múlva életbe lép ez a jogszabály. Ez azt jelenti, hogy január 1-től kezdve, amennyiben valaki nem tartja be azokat a jogállami garanciákat, azaz ha Orbán nem változtat a politikáját, akkor még ha egy pár hónappal később is dönt a bíróság, akkor is felelősségre lehet vonni azokat a politikusokat, és meg lehet tőlük vonni az Európai Uniós pénzek szétosztásának a jogát. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból mindenki megnyugodhat. Éreztem egy kicsit az ijegységet a tanácsülés által elfogadott, de hát az ugye egy vélemény, vagy egy papír, ha úgy tetszik. A jogszabály szöveg, ami a legfontosabb, az nem változott. De hát nyilván azért ez a záradék, amit megszületett, és amit a kompromisszum írásos bizonyítékaként tálalnak, valamit mégis csak jelent. Lehet, hogy jogilag nem kötelező érvényű, de valószínűleg az európai vezető testületek igyekeznek magukat ehhez tartani a jövőben, és bizonyos nehezítések abban vannak, hogy több fázison, több szakaszon megy majd keresztül egy-egy jogállamisági eljárás,
ha egyáltalán elindul, és akkor ideje lesz még hónapokig húzni az időt, meg az ügy elbírálását Magyarországnak is, Lengyelországnak, vagy más érintetteknek. Ez nem akadály, ez nem probléma? Nem probléma. Ennek ellenére egyébként most elkezdtük azt szegmenni, hogy a jövő héten ugye van az utolsó plenáris ülése a parlamentnek. A parlament is el fog fogadni egy hasonló papírt, mint a tanács. Ha úgy tetszik, akkor a parlament véleménye a jogszabályról. De mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy ezek vélemények, a jogszabály szövege az irányadó, és a bíróság is a jogszabály szövegén alapján fog dönteni. Sőt, szeretnék felhívni a hallgatók figyelmét, hogyha nem felejtették el, akkor talán egy hónappal ezelőtt, nem véletlenül, Orbán maga mondta, hogy az ő szemét nem lehet kiszúrni ilyen tacepaókkal, talán ezt a kifejezést használta, vagy sajtfecnikkel, állásfoglalásokkal, mert ő már egy régi játékos, és pontosan tudja, hogy csak a jogszabály az, ami mérvadó. Na most pont ez történt. Tegnap a tanácsülésen Orbán szemét, ha úgy tetszik, akkor egy tacepaóval kiszúrták, kielégítették, de ennek az is az oka, és ezt mi magyarok olyan nehezen értjük meg, mert sajnos a mi politikai kultúránk nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben. Az európai politikai kultúrája az nem az, hogy az ellenfelet, a politikai ellenfelet megöljük, hanem a problémákat megoldjuk. Ezért még akkor is, amikor Orbánt kapitulációra kényszerítik, azt a lehetőséget megadják nekik, hogy ő hazamenjen, és mondjuk a saját híveinek nagyon széles mosolyjal azt mondja, hogy megvédtem az országot mondjuk a migránsoktól. Hát persze, Viktor, hát írjuk bele, hogy akkor menekülteket nem kell befogadni, mert hogy egyébként eddig sem volt témája ez a jogállamisági vizsgálatnak, is nem is volt hozzá köze. A nem tudom én szivárvány sörényű pónik befogadásáról ne írjunk még be valamit, kedves miniszterelnök úr, a papírba. Tehát ezt a fajta, ha úgy tetszik, akkor eleganciát, emlékszünk még a néppárti felfüggesztésénél, megadták nekik a lehetőséget, hogy önfölfüggesztik magukat. Ezt ne a gyengeség jelének vegyék, hanem egész egyszerűen az elegancia és az erő jelének, ahol az embernek nem kell mindig megaláznia azt, akit legyőzött. Orbánt legyőzték, megalázni nem akarták feltétlenül. Mégis mivel magyarázza azt, hogy a világot és Európát nagyon jól ismerő emberek, mint például Soros György, vagy a Magyarországot szintén jól ismerő neves brit történész Timothy Garton Ash is úgy gondolta, hogy nem kellett volna semmiféle kompromisszumot kötnie a németeknek Magyarországgal, illetve a magyar kormánnyal, mert Orbán megadta volna magát amúgy is. Ráadásul, ez mondjuk Timothy Garton Ash véleménye, nagyobb veszélyt jelent Magyarország az Európai Unión belül, mint kívül, de hát tegyük hozzá, hogy nem ránk gondol, mert nekünk viszont az volna a nagyobb veszély, ha kikerülnénk az Unióból. Szóval az ő véleményüket mi indokolja ön szerint? Azt hiszem, hogy talán ugyanaz, amit én is úgy gondolom, hogy semmiféle engedményt nem kellett, és szerencsére nem is kellett komoly engedményt adni Orbánnak. Mi nagyjából egy hónapja azt mondtuk egyébként minden döntéshozónak, a tanács számos tagjának is, a bizottság tagjának, és itt az Európai Parlamentben is a képviselőknek, hogy nyugodjanak meg, Orbán blöfföl. Ez egy blöff. Magyarországnak ugyanúgy szüksége van arra, hogy a költségvetést elfogadják. A vétó olyan mértékig vezette volna ki az országot az Európai Unióból, amit Orbán nem kockáztatna, különösen egy olyan országban, mint Magyarország, az emberek túlnyomó többsége Európa párti. Pontosan érezte Orbán azt, hogy ezzel nem mennének vele együtt, még a saját szavazói is. Az pedig, hogy ad egy ilyen, ha úgy tetszik, akkor elegáns papírt a tanács Orbánnak, hát ezt megint csak mondom, ez a jó neveltség jele. Én azt hiszem, hogy nem ismerik talán annyira az európai intézmények működését sok ezer kilométerről, adott esetben Amerikából, hogy érezzék, hogy itt bizony a jogszabályok számítanak. A jogszabályok azok egy jótányit nem puhultak. Nézzék meg, hogy hogyan reagált rá mondjuk a holland miniszterelnök, aki tudjuk, hogy a jogállamiság egyik legerősebb vezetője volt, hogyan reagáltak rá a biztosok, hogyan reagált rá az Európai Parlament fő tárgyalója, azok, akik egyébként ezt a jogszabályt az elkövetkező időszakban be is fogják tartani, és végre is fogják hajtani. Ők tudják, hogy mi a dolguk. Az előbb utalt arra, hogy az Európai Parlament is valószínűleg fog egy véleményt alkotni, és azt kvázi hozzá fogják fűzni
ehhez a kompromisszumhoz. De ez miért történik így majd, ha így fog történni valóban? Azért, mert az Európai Parlamenten belül is vannak olyan képviselők, akik esetleg nem teljes mértékben elégedettek az elért eredménnyel? Ó, én is azt szeretném, hogy az Európai Parlament is fogalmazza meg a véleményét. Éppen azért, amit az előbb elmondtam önnek, hogy még erősebben hangsúlyozzuk, hogy a jogszabályok azok, amelyek irányadóak, és a bizottságnak, hiszen itt majd a főszerepet a bizottság fogja játszani, ne is próbálja meg egyetlen egy miniszterelnök vagy államelnök se befolyásolni a bizottságot annak érdekében, hogy akár lelassítsa a folyamatot, akár gyengítse ezt a folyamatot. Ha valamit megtanultuk a demokráciáról, és mi magyarok meg végképp, azt hiszem az elmúlt 10 évben az az, hogy soha nem szabad adottnak venni. Minden egyes pillanatban ott kell lenni, és őrködni kell, és hogyha lehet még egy lépést tenni, és még egy tettet tenni annak érdekében, hogy ez a demokrácia még erősebb legyen, és még jobban védjük, akkor tegyük meg. Úgyhogy én is annak a pártján vagyok, hogy az Európai Parlament fogadja el jövő héten azt a magyarázatot, ahol mi elmondjuk, hogy a jogszabályok betartása és a jogszabályok betű szerinti betartása az egyik legfontosabb feladata a bizottságnak. Esélyt se adjunk senkinek arra, hogy egy kicsit is gyengítse ebben a következő hetek, hónapok tevékenységét vagy tetteit. Akkor még a végén nézzük meg azt, hogy na, mi fér bele abba a szövegbe, ami az eredeti jogállamisági megállapodás volt, és amin nem változtattak egy szót sem. Ugyanis az elégedetlenkedők vagy a csalódottak nagyjából oda lyukadnak ki, hogy hát annak alapján, amit elfogadtak, és szerintük most tovább puhítottak vagy felvizeztek, nem tud majd az Európai Unió fellépni a média hatalom totális megszerzése ellen, amit a Fidesz nyilvánvalóan a továbbiakban is egészen addig, amíg 100% az övé nem lesz, folytatni fog, vagy az ellen sem lehet majd föllépni, hogy az igazságszolgáltatást, a bíróságokat is a hatalma alá hajtsa, hiszen valamilyen módon összefüggésbe kell hozni a jogállamiság megsértését a költségvetéssel, az uniós támogatások nem célszerű vagy nem jogszerű felhasználásával. Mi kerülhet bele a jogállamisági kritériumok felülvizsgálatába, és mi nem? Na, ez is egy nagyon fontos pontja lesz a jövő heti döntésnek, hiszen megint csak a jogszabályszöveghez kell visszafordulnunk. A jogszabály maga az Európai Unió pénzügyi védelméről szól, ugye ezt mindenkinek tudnia kell, ami úgy ment be a köztudatba, hogy a jogállamiságot védi, az az Európai Unió pénzügyi érdekeit védi, de, és ez nagyon fontos, a jogszabály szövege azt tartalmazza, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit csak olyan országban lehet megvédeni, ahol független az igazságszolgáltatás, ezért fel sem merül, hogy adott esetben egy vitás kérdésben a bírók a törvényeknek és a saját lelkiismeretüknek megfelelően döntsenek. Ahol van független és szabad ügyészség, ahol adott esetben a bűnt akkor is üldözik, hogyha a kormánypárti az illető, és akkor is üldözik, hogyha az adott esetben a hatalomban lévőknek kellemetlen. Ott lehet megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, ahol szabad a média, ahol a közpénzek elköltése fölött nem csak az intézmények, hanem átlátható módon a sajtó is ellenőrzést gyakorol, és adott esetben oknyomozó újságírókkal vagy szabad információ hozzáféréssel, információ szabadsággal lehet ellenőrizni a hatalmat. Ott lehet megvédeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, ahol a pénzek elköltésének az első pillanatától fogva partnerként részt vesznek a szabad civilek, civil szervezetek és önkormányzatok és egyéb nem kormányzati intézmények. Tehát ami a legfontosabb dolog, és ezt az elmúlt hónapokban egyébként nagyon sok vitánk volt itt a parlamenten belül, és ezt nagyon nagy sikerként élem meg, hogy a pénzügyi érdekek védelmét megértettük, hogy az csak egy igazán szabad, demokratikus országban lehet garantálni. Különben az Európai Unió pénzei elmennek oligarchákhoz, rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz, szomszédokhoz, hát mint ahogy ezt Magyarországon látjuk. Éppen ezért a jogszabály alkalmas arra, hogy megvédje ezeket a jogállamisági kritériumokat, még akkor is, hogyha a címe az csak az, hogy a pénzügyi érdekek védelme. Köszönöm szépen Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselője, az Európai Parlament alelnöke. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, köszönöm szépen.